hoztam egy nagyon izgalmas kártyatrükköt, még mielőtt bármit csinálnánk ezzel a csomaggal, megmutatjuk a kedves nézőknek, hogy mindegyik alatt más. Jó, így egyesével gyorsan végigpörgetjük. És az lesz a feladat, hogy légy szíves, valahol emeld el, így hosszába fogd meg, és emeld el valahol a csomagot. Nagyon jó, nézd meg azt a lapot, ahol elemelted. Elég csak ezt, mutasd meg légy szíves a kedves nézőknek azt a lapot. Remélem, hogy mindenki látta, tedd vissza, nagyon jó, többit így rápörgetjük, szuper. Most valahol benne van ez a kártya, ugye? Valahol benne van a csomagban. Picit elemelem én is. És megint az lesz a feladat, hogy légy szíves, ahol szeretnéd, vedd el, emeld el a lapokat. Itt jó? Oké, akkor a legalsó lapot légy szíves, nézd meg, és mutasd meg a kamerának. Nagyon reméljük, hogy pont ugyanúgy sikerült elemelni. Tedd nyugodtan vissza a lapokat. Stimmel. Stimmel. Nagyon jó, szuper. Nem nyúltam a csomaghoz, ugye? Nem nyúltam most azóta. Most biztos nem. Elcsúszott egy picit egy lap rajta, ugye? Jól látszik. Akkor azt is nézd meg, és mutasd meg a kedves kamerának, jó? Hogy így felülre ugrott, anélkül, hogy hozzáértem volna, nyugodtan tedd vissza. Nyilván, tehát nem mindegyik kártyalap szív 9, de mindjárt meg fogom mutatni. Valahol benne van a lapod. Na, még az utolsó feladat, illetve az utolsó előtti az az lesz, egyesével le fogjuk rakni ide a lapokat, és légy szíves valahol állíts meg, jó? Illetve te rakosgasd a lapokat, de úgy, hogy ne nézzük meg. És akkor magamat állítsam meg? Nem. Majd te? Nem, magadat próbáld meg igen megállítani. Bárhol rakosgasd a lapokat, és állj meg valahol. Mondjuk itt. Félre tegyem? Ne, azt rak vissza. Oké. Okay. Oké. Okay. Nem az kell nekünk, hanem amit leraktál. Jó lesz ez? Itt álltál meg, ugye? Ha jól számoltam, 6 lap. 6 lap. Van külön. 6 lap van külön. Oké. Okay. Na. Illetve ezt még le akartad rakni, ugye? Hogy láttam. Oké, okay, akkor legyen mondjuk ez. Amit leraktál, ez egy szívhetes. Igen. Amit még le akartál rakni, ezt ide félre rakom, illetve ami alatta van, ez egy tref 3-as. Ugye ezt jól láttam, hogy le akartad még rakni? Ugye ezt akartad választani igazából? Igen. Igen. Oké, és amit szerettél volna, ahol megálltál, rakhattad volna még a lapokat, de nagyon reméljük, hogy ez pont az a lap, amit kiválasztottál először. Még egy utolsó izgalmas dolog lesz ezzel a csomaggal. Le fogom pörgetni a lapokat, és légy szíves az ujjadat valahol rakd el, jó? Mindegy, hogy hova, te döntöd el, csak valahol. Beszúrtad már? Májön. Oké, okay. Nem ez a lap, nem ez kell, hanem ami rajta van az ujjad, nyugodtan nézd meg, mutasd meg a kamerának, és nagyon reméljük, hogy ez pont az a lap. A következő laphoz meg már egy tref 4-es. Úgyhogy nagyon ügyesen megtaláltad a szív 9-est. Légy szíves, válassz egy lapot, bármelyiket választhatod. Szuper, azt rakd oda le, én összehúzom a lapokat, és légy szíves, nézd meg, mutasd meg a kedves nézőknek, hogy mi az a kártya, és írd alá, jó? Nyugodtan írd alá. Valamit így firkantsál. Oké. Okay. Megvan? Uh-huh. Szuper, filcet elkérem. Mutasd meg a kamerának. Na, most az lesz a feladat, hogyha berakjuk valahova a lapodat a csomagba, és kiteszed a kezedet, akkor ez valahol benne van a csomag közepébe, belerakom a paklit a te kezedbe, tedd rá megint úgy, tedd ezt a kezedet, és így fogom megtalálni ezt a lapot. Aláírtad, ugye? Így van. Na nézzük. Szerintem nyugodtan nyomhatod is, így kicsit nehezebb, de megvan. Trembugli. Nem. Miért mondod, hogy nem? Hát ez a trendbubi. Az, de nem azt de írtam igen, alá. Igen, ez nem az a lap, mert nincs is aláírva. Na, próbálj meg még egyszer, jó? Amikor ezt előadtam, volt olyan, hogy 14-re találtam el. Tehát, jó. Lassan elfogytak a lapok, nem? Lassan fogynak. Na nézzük. Következő. Nem, inkább legyen az, hogy eltüntetem az összes lapot innét a kezünk közül, kivéve egy lapot, amit aláírtál. Az már kicsit izgalmasabb lesz. Legyen. Na nézzük, háromra eltüntetem. Érzed ugye, hogy itt a csomag? Így van. Na, a lapokat eltüntetem háromra, jó? Egy, kettő, három. Éreztél valamit? Nem. Nyugodtan vedd le a kezedet, mutassuk a kamerának is egyből. Szuper, én is leveszem.
És igen, nyugodtan megnézheted ilyen közelből, ugyanis ahogy én mondtam, ezeket a lapokat így eltüntettük. Viszont én azt mondtam, hogy kivéve egy lapot. Próbálom úgy mutatni, hogy a kamera is lássa, hogy nagyon messze van egy kártyalap. Nem tudom, azt te látod, ugye? Nagyon messze legalábbis, úgy látszik, mintha ott lenne. És ahogy közeledünk, egyre élesebb lesz. Úgy látszik, mintha itt lenne egy lap. Igen. Ugye? Igen. Mintha itt lenne egy lap. Egyre közelebb jövünk, az a lap egyre élesebb lesz. Tényleg úgy látszik, mintha ott van, ugye? Na, ahogy mondtam, egy lap, összes többi eltűnt, kivéve egy lap, amit te választottál és aláírtál, teref, illetve a PIK 9-es. Hoztam pár apró pénzt, itt egy 10-es. Légy szíves, vizsgáld meg, nézd meg, jó, hogy ez teljesen igazi. 2002, azt is megnézheted, és légy szíves, írd alá azt a 10 forintos, hogy ne tudjam kicserélni, mert van itt még egy pár, viszont így nem tudom kicserélni a 10-est, miután ráírtad. Mutasd meg a kedves nézőknek, hogy mit sikerült ráírni. Nézd meg, hogy ez egy alkoholos filc, nem jön le. Jó, majd akkor ez... Tartsd egy kicsit üzenem. Jó lesz? Várj, uh-huh. Még hogy szólok, hogyha... Jó, az már nem kell. Na, szuper, viszont nekem kellene ez a 10-es, azért kellett találni, mert nem tudom kicserélni így, ugye? Na, oké, ezt majd ide is tehetem a többi pénz közé. 20-as, erre pedig légy szíves, egy pálcika embert rajzoljál. Erre mehet egy pálcika ember. Hát sok kell nincs rajta, de legyen. Nyugodtan. Jó lesz? Oké, azt is megnéztük, megmutattuk. Kupakot visszarakjuk gyorsan, hogy... ne száradjon ki, meg a többi tészt. Mutasd ide azért egy szíves. Oké. Na, azért kellett találni a 10-es meg a 20-as, hogy ne tudjam kicserélni. Ez a sajátod. Tedd ki légy szíves a tenyeredet. Melyiket szeretnéd? Bal vagy jó? Bal. Akkor tedd ki a bal tenyeredet. Belerakom a 10-es meg a 20-as, csúgd össze, légy szíves. Nagyon jó. Fordíts le. Na, most benne van a kezedben 10-es, 20-as, amit te írtál alá, mind a kettőt a kezedbe. Ki kell egyet választani, jó? Válassz egyet, bármelyiket választhatod. Tehát lehet a 10-es is? Bármelyik. Jó, legyen mondjuk a 10-es. Legyen a 10-es, szabad választás volt, ugye? Oké. Amit találtál 10-esen, ha jól láttam, hogy X-et tettél rá. Így van. Azt választottad. Képzeld el azt, hogy a 10-es, amit most választottál, és most írtál alá, a te kezedbe meghajlik. El tudod képzelni? Nehezen, próbál de biztos meg. Így lesz. Próbáld meg elképzelni. Jó, megvan? Megvan. Szabad választás volt, bármelyiket választottad volna. Akkor nézd meg, jó, hogy mi történt. Nyugodtan fordíts fel a kezedet, hogyha elképzelted. Nézd meg, mutasd meg a kedves nézőknek. Ez a 10-es, amit te választottál szabadon. Az így meghajlott.